túrógombócot fogok készíteni, és természetesen elmaradhatatlan a túrógombócot a tejföl, ezt pedig fokhagymával fogom elkészíteni, tehát ez egy sós túrógombóc lesz. Maga az alaptészta egyébként teljesen alkalmas arra, hogy akár egy kis eperdzsemmel, hagyományos morzsával, akár édes módon készítsük el. Hozzá is kezdek, és a túrógombóc tésztája az első lépés. Jöhetnek a tojássárgáják. Körülbelül egy evőkanálnyi kristálycukor. Nem lesz tőle édes a tészta, azonban segít a tojássárgáján, hogy fölhabosodjon. És habosra keverem. Kész a tojássárgája, úgyhogy jöhet hozzá a túró. A túrót egy burgonya passzírozóval átnyomtam, mielőtt még dolgozni kezdtem volna vele. Egy kevés búzadara a túróhoz, illetve a sárgájához. Egy kiló túróra nagyjából három, legalábbis minimum három evőkanál búzadarát kell számolni, azonban a túrónak eléggé változó a víztartalma, és hogyha úgy ítéljük meg, akkor még egy picit rakhatunk hozzá, úgyhogy én most hozzárakom ehhez a negyedik kanalat is. És akkor jöhet a tojásfehérje, amit laza habbá fogok verni, és ezt is majd hozzá fogom rakni az alaptésztához. Nagy csípet só. Kész is a tojásfehérje hab, amit csak így egy laza mozdulattal hozzá adok a túróhoz, és elkezdem hozzákeverni. Nem kell megijedni, ugyanis ennek a tésztának nem lesz olyan az állaga a tojáshabnak köszönhetően, mint a piskótának. Gyakorlatilag észrevétlenül el fog tűnni benne. Nem az a célunk, hogy túlzottan föllazítsa az alaptésztát a tojásfehérje, hanem egy ilyen láthatatlan, buborékos kötőanyagként fog működni. Elkészült az alaptészta, berakom a hűtőbe. Legkevesebb 20-30 percet fogom a hűtőbe pihentetni a túrógombócnak a tésztáját. Ez idő alatt bőven van időnk elkészíteni a ropogós rostkenyeret, illetve a fokhagymás tejfölt is. Vajat rakok a serpenyőbe. A rostkenyérnek csak a belsejét használom, amit kézzel egész egyszerűen csak ilyen nagyobb, rusztikusabb morzsára tépkedtem. Természetesen lehet ezt a hagyományos zsemlemorzsával is elkészíteni, így viszont sokkal érdekesebb lesz. Hozzáraktam a morzsát az olvadó vajhoz, és tulajdonképpen így megpirítom. Folyamatosan kevergetem, hogy egyenletesen piruljon. Kész a morzsa, kiöntöm a szűrőbe, illetve készítek egy nagyobb tepsit, amit kibélelek papírtörlővel, és majd erre át fogom önteni a morzsát, hogy tényleg a lehető legtöbb vajat kiszívja belőle. Jöhet a fokhagymás tejföl, amiben semmi bonyolult nincs. Egy pici só, pici oliva, és reszelt fokhagyma. Ez a mennyiséghez nagyjából egy 1-2 gerezd. És elkeverem. Kész is. Fóliával letakarom, és a tálalásig berakom a hűtőbe. Bő fél órát pihent a túrógombóc tészta a hűtőben, úgyhogy hozzá is kezdek a főzéséhez. A túrógombócnál nagyon-nagyon fontos, hogy friss és lehetőleg száraz túrót használjunk, és mivel ez nem egészen egy megszokott túrógombóc tészta, gyakorlatilag csak a Szentlélek fogja össze, úgyhogy van egy pici trükk, amit majd mindjárt meg fogok mutatni. Közben felraktam már egy fazék vizet, amiben rakok egy pici sót, és ebben a nagyon csendesen fordogáló, picit gyöngyöző vízbe fogom elkészíteni a gombócokat. Készítek egy galuskát, lisztbe teszem, ugyanis ezt a tésztát úgy tudjuk kifőzni, hogyha egy hajszál vékony lisztkéreg borítja a gombócoknak a külsejét. Gyöngyözik a sósvíz, jöhet a gombócozás. Így néz ki egy túrógombóc, tojásfehérjének köszönhetően, illetve a felvert tojássárgájának nagyon-nagyon lágy, remegős,
elkészült az utolsó is. Most már csak arra kell figyelnem, hogy a víz nehogy túlzottan felforjon, illetve hogyha gombócok felúsztak a vízfelszín tetejére, akkor egy 2-3 percet kell várnom, amíg teljesen átfő, és már tálalhatok is. A gombócok feljöttek a víz tetejére, úgyhogy ki is veszem őket. Annyira könnyűek és lágyak, hogy a súlyukat szinte nem is érzem. Nincs más dolgom, mint tálalni. Hozom a fokhagymás tejfölt. A tányér aljára rakok a tejfölből. Jöhetnek a gombócok. Jöhet a ropogós rozskenyérmorzsa. Pirított magvak. Vegyesen tökmag, mandula, napraforgó. Alidőben kimérve kaphatóak a magok. És akkor jöhet a kapor. Dísznek egy nagyobb darab, illetve finomra vágva, amit csak majd rászorunk a tetejére. Egy csúranásnyi friss olívaolaj. El is készült a túrógombóc, pirított magvakkal, illetve rozskenyérrel, és hát ez így önmagában akár vegetáriánus fogásként, illetve halpaprikáshoz remek köret, úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá!